A Veszprém Európa Kulturális Fővárosa pályázat támogatásával és keretében valósult meg Hévízen az első egregyi ökofesztivál Fűre lépni szabad címmel. A háromnapos rendezvényen a szervezők a fenntarthatósággal, az ökoszisztéma megőrzésével kapcsolatosan a téma számos rétegét megjelenítették. Tematikus előadások váltogatták az aktív részvételt igénylő programokat. Egy ökofesztivál zajlik most augusztus 4 és 6-a között. Ennek a célja az volt, hogy megmutassuk azt, hogy milyen olyan rendezvényt lehet tartani, akár Hévízen is, ahol az előtérbe kerülnek a fenntarthatóság és az ökoturizmusnak az elemei, így akár az, hogy a zero waste, tehát hogy semmilyen szemetet próbálunk nem termelni, legalábbis eltüntetni a területről, valamint az, hogy nyilvánvalóan figyeljünk arra, hogy akár a környezet, a lakosság is a legkevesebb kárt szenvedjen az által, itt van egy rendezvény, valamint aki a városba érkezik turista, vagy akár lakosság, meg tudja azt figyelni, vagy akár tanulni, hogy milyen lehetőségek vannak arra, akár hogy a saját otthonában milyen alapanyagot tud megtermelni a konyhára, vagy akár hogyan tud minden inkább szénmentesen élni, hogyan tud mindenmentes ételeket készíteni. A szerteágazó program részeként a testi-lelki egészségről szakértőkkel lehetett beszélgetni a Lelki Fröccs című programon, a mindenmentes főzősón az elmélet és az előadás után kóstolgatni is lehetett. A rendezvényen nagy siker volt az utazó planetárium, amely az ország minden táján szívesen mutatja be a minket, a Föld ökovilágát körülvevő univerzumot speciális sátrában. És tulajdonképpen az egész ökoszisztémánk körülvesz minket, az egész világmindenség. Mi megpróbáljuk megmutatni a világmindenséget, a naprendszert, a bolygókat és a körülöttünk levő világot. Mi egy planetárium vagyunk, amit itt láttok, ez egy planetáriumi kupola. Gyakorlatilag ennek a belső felületére vetítünk egy térhatású képet, a kép teljesen körbevesz minket, körbe is és felünk felett is. Ez azt jelenti, hogy úgy érezzük, mintha benne ülnénk, és gyakorlatilag itt a látvánnyal meséljük el és oktatjuk a dolgokat. A Föld körül keringő nemzetközi űrállomás 6 fős állandó személyzettel rendelkezik. Itt lehetőség nyílik olyan tudományos kísérletek, érdekes vizsgálatok elvégzésére, melyekhez mikrogravitáció vagy egyéb speciális körülmények szükségesek. Az univerzum ökoszisztémájának megismerése mellett személyes terünk harmóniájának megteremtésére is kaphattunk többféle segítséget. Dietetikai tanácsadás, főzőiskola, környezeti tanácsadás is szerepelt a programok között, de a fizikai állapot felmérésre is sokan jelentkeztek. 24,5-ig normális, tehát a 28,8 akkor határozat szerint erős. A Spirit Bird tibeti hangtálterápiás foglalkozásnál is szüntelen volt az érdeklődés. Nagyon különlegesek itt a körülmények, mert általában azért egy hangterápiás foglalkozás csendes, relaxált környezetben szoktunk végezni. Itt azonban azért sok-sok nagyon színes program van, és szól a zene is minden mellett a színpadról. Mégis azok a visszajelzéseim, hogy a rezgések így is működnek, hiszen a testet téve ezek a hangszerek átjárják az egész testet, és átrezgetik, egy ilyen finom hangolás történik tulajdonképpen az emberek testével, és így is működnek, hogy ilyen körülmények között dolgozunk most. Úgyhogy igen, a szkeptikusokra is hat, mert mindannyiunk szervezete 60-70%-ból vízből áll, mindannyiunkban vannak csontok, amik a rezgéseket továbbítják, úgyhogy nagyon pozitív visszajelzéseim vannak. Ez azt is mutatja, hogy most itt nektek tartok szünetet ma először. Folyamatos stressz helyzetben dolgozóknak, orvosoknak, mentősöknek, ápolóknak fejlesztette ki néhány éve speciális technikáját a Rapid Masszázs Szerviz vezetője a hosszú műszakokhoz. A kezeléssel több masszázs technikát ötvözve néhány perc alatt új erőre kaphat a szervezet, és felfrissülve, regenerálódva állhat készen a kihívásokra. Főként a gerinc statikájának és egyensúlyának a harmonizálására. És ezáltal hát egy ilyen kis tudatszintemelő kezelés. Gyakorlatilag lendülettel dolgozunk, kiemeljük az izmokat, átgyúrjuk, mint egy jó sportmasszázsba, ugye olyan technikákat használunk, hogy ideiglenesen akár 15-20 szorosára is megemelkedhet mondjuk a vérellátása egy izomnak.
megy egy izomrendszernek, és ez ad egy ilyen kis tuningot, egy ilyen kis energiabombát. Kell utána egy pár perc, egy 5-10 perc, amíg így rendeződik a vérnyomás, és akkor utána egy ilyen kis meditatívabb állapot jön létre, amiben úgy jobban tud az ember fókuszálni, összpontosítani a dolgaira, koncentrálni. A résztvevők a helyszínen megbizonyosodhattak arról, a lelki-fizikai harmónia idősebb korban is fontos, és látványos eredményeket hozhat. Nem csak a környéken, de az ország távolabbi tájain is fellépett már a Keszthelyi Senior Örömtánc Klub, melynek tagjai a Fűre lépni szabad programját is gazdagították. Először is az embernek van hova elmenni bizonyos napokon, egyszer-kétszer, mert volt olyan időszak, amikor kétszer is találkoztunk hetente másfél órára, aztán jó társaságba kerül az ember. Nem utolsó szempont, hogy agytorna a koreográfiát megjegyezni, a másik pedig, hogy nagyon jó közösség, ahol jól érezzük magunkat, beszélgetünk, ünnepelünk, köszöntjük egymást, és együtt vagyunk, és együtt lenni jó. A háromnapos rendezvény, mely sokszínűségével igazi élményt jelentett valamennyi látogatónak, a szervezők szándéka szerint hagyományteremtő volt, a tervek szerint a jövőben rendszeres programja lehet Hévíznek. Mindenképpen célunk az, hogy az egregyi helyszínt azt megtartsuk, és itt különböző rendezvényeket szervezzünk, az pedig egyértelmű, hogy az ökoturizmus, a fenntarthatóság nem csak Hévíz, hanem az európai virágzati turizmusnak a jövője is. A turisták egyre inkább tudatosabbak, olyan célpontokat választanak, ahol igenis figyelnek arra, hogy a lakosság és a turisták is fenntartható szolgáltatásokat kapjanak. Tehát mindenképpen cél az, hogy egy ilyen típusú rendezvényt megtartjunk ezen a helyszínen. Szerintem igenis alkalmas rá, hiszen egy nagyon nagy, szép zöld terület van, ahol a gyerekek és a felnőttek egyaránt tudnak szórakozni. Bár az időjárás néha okozott némi bizonytalanságot, a résztvevők tudták, hogy bizony az időjárás is az ökoszisztéma része, így a rengeteg program hiánytalanul megvalósult.